A hazai sütemények közül talán a zserbó szeret az, ami évtizedek óta az ünnepi asztalok elengedhetetlen kelléke. Bár története a híres zserbó cukrászdából ered, nagyon hamar elterjedt az ország számos konyhájában, szinte nincs is olyan háztartás, ahol ne készítették volna el. Gombos Imréné is gyakran megsüti a családja számára, és bármikor, bármilyen mennyiségben is készíti el, mindig hamar elfogy a tányérról. Itza néni a hozzávalókat előkészítette, és elkezdte a zserbó összeállítását. Zserbót készítünk. Beleszitáltam ebbe a tálba 60 deka sima lisztet. Elmozsoltam 35 deka margarinnal. Egy csipet sót tettem hozzá. Aztán beleraktam még 3 dekányi kristálycukrot. Egy pici tejbe 1,5 deka élesztőt felolvasztottam. Kell még hozzá egy egész tojás és 3 tojásnak a sárgája, valamint teszünk még bele egy 1/2 citrom lereszelt héját. A citromhéjat akár el is lehet hagyni a tésztából, de a gyakorlott háziasszonyok már tudják, hogy ez az alapanyag minden édes omlós süteménynek még különlegesebb ízt ad. Egy pici tejföllel ezt összegyúrjuk. Ezzel kész is lesz a tésztája. Mindjárt megnézzük, hogy kell-e még hozzá egy kis tejfel, ha szükséges, akkor teszünk hozzá, vagy egy icipici lisztet. De azt hiszem, hogy ehhez már nem fog kelleni. Mivel zsíros tésztát készítünk, gyorsabban kell vele dolgozni. Természetesen az összeállítás közben derül ki, hogy milyen állagú lett, ha nagyon lágy, egy kevés lisztet tehetünk bele. Addig kell gyúrni, amíg a kezünkről is leválik a tészta, majd kivesszük a távol és a nyújtódeszkán folytatjuk tovább. Milyen jó kis rugalmas tésztát kell, hogy kapjunk. Most 3 egyenlő részre elvágjuk, körülbelül. Úgy látom, ez kicsire sikerült. Összegömbölyítjük. És 3 óra hosszára eltesszük, legalább 3 óra hosszára pihenni. És utána lehet folytatni tovább. Visszatesszük a tálba. Ezután a másik 2 darab tésztát is átgyúrjuk. Visszatesszük a tálba, és lefedve néhány percig hűvös helyen pihentetjük. Ez idő alatt elé készítjük a tepsit és a zserbó töltelékét. Ehhez a süteményhez kell nekem 35 deka darált dió, míg a tésztán kihen, addig ezt ledaráljuk, elkészítjük a tölteléket. A zserbó készítés elég sok türelmet igényel, és rá kell szánni az időt, hiszen a végeredmény így még finomabb lesz. Elég munkaigényes, de szeretem megsütni, mert előre meg lehet sütni, nem lesz semmi baja, sőt, ha nem szelem fel, egy zárható dobozban nagyon sokáig eláll. És ami a lényeg, hogy szereti a családom, és szívesen fogyasztják. Itza néni ezt a zserbó receptet egy nagyon régi szakácskönyvben találta. Emellett rengeteg praktikát tanult a barátnőitől, szomszédjaitól és természetesen édesanyjától is, ezért tudja, hogy a jó sütemény titka a megfelelő alapanyagokban rejlik. Aztán előkészítem a finom házi készítésű barackrekvárt, mert a jó zserbó titka a finom hozzávalók. Remélem az idén is lesz barack, ha el nem fagyott. Ezt én bőségesen meg szoktam kenni a kinyújtott tésztalapokat, és gazdagon megszórom cukros dióval. Valószínű, hogy ez a mennyiség elég is lesz.
A töltelék legfontosabb része a darál dió, ami Ica néni szerint a legdrágább alapanyaga a zserbónak. Bár aki a saját dió termését tudja felhasználni, annak anyagilag nem olyan megterhelő elkészíteni ezt a süteményt. 30 deka darált diónkhoz keverünk 25 deka cukrot. Én szoktam belekeverni még egy két csomag vaníliás cukrot is. Ez mindenképpen jót tesz az ízének. Ezt jól elkeverjük. A töltelék előkészítése után a tepsit kibéleljük sütőpapírral, hogy a tészta ne ragadjon bele, majd visszahozhatjuk a spájzban pihentetett tésztát. Elővesszük a sodrófát és a három tiszta gombóccal elkezdjük kinyújtani a lapokat. Tepsi nagyságúra nyújtjuk, és három lapot, ugyebár mert három kis cipónk van. Ha puhára, ragadósra sikerült a tészta, akkor egy picit lisztezhetjük, hogy ne ragadjon le a nyújtódeszkára. Ica néni nyújtás közben megosztotta velünk, hogy milyen töltelékkel lehet még elkészíteni ezt a süteményt. Történetéről nem nagyon tudok, azt hiszem ezt minden háztartásban megsütik, nagyon sokan ismerik. Ezt lehet mákkal, almával készíteni, de mivel a családom nem szereti a mákot, így én általában mindig dióval szoktam készíteni. A tészta nyújtása a kezdő háziasszonyoknak mindig feladja a leckét, hiszen nem könnyű feladat téglalap alakú lapot formálni a lágy tésztából. Ica néni azonban már kislánykora óta gyakorolja, és elsőre sikerült megfelelő méretűre nyújtani. Beigazgatjuk szépen csinosan a tepsibe, és oké. Picit megnyitjuk. Nem baj, ha van a tepsi oldalán is. A tepsi szélén túlnyúló darabokat levágjuk a tésztából, majd a maradékokat a sarkokba igazgatjuk. Ezután egyenletesen elosztjuk a tészta felületén a finom házi baracklekvárt, majd leszórjuk az előre elkészített cukros dió felével. Két részre kell elosztani, hát körülbelül így szemre elosztom. Családom úgy szereti, ha van benne bőségesen töltelék. Így ezt is elosztjuk szépen. Ha megvagyunk az első tészta réteggel és az első töltelékkel, akkor következhet a második lap kinyújtása hasonlóképpen, mint az előzőnél. Hát a zserbó egy ilyen zsíros tésztának mondjuk, onkós tészta. Nem túl krémes, szerintem könnyen elkészíthető. Kezdő háziasszonyoknak is bátran lehet ajánlani, vagy tudom ajánlani. Ha a megadott recept szerint dolgozunk, biztos a siker. Elkészült a második lapunk is, ugyanúgy járunk el, mint az elsővel. Ezt is szépen a helyére igazgatjuk, majd jöhet rá a töltelék. A tészta lapok lekenéséhez a baracklekvár helyett akár másfajta lekvárt is használhatunk. Bármilyen savanyú, akinek nincs baracklekvárja, ribizli, vagy bármilyen más savanyú lekvárral is meg lehet tölteni. Hát az ősi zserbó, mivel én egy nagyon régi szakácskönyvből dolgozom, az baracklekvárt javasol, és így írja le, ahogy én ezt itt most elkészítettem. Jöhet az utolsó réteg dió, majd Ica néni egy kevés mézet csorgat a felső töltelék tetejére, mielőtt ráhelyezi a legutolsó tésztalapot, hiszen így szeletelésnél nem csúsznak el a rétegek. Van benne pici élesztő, és azért kell egy picit pihentetni. Egyébként minden omlós tésztát, minden omlós jellegű tésztát
érdemes egy kicsit megpihentetni. Tehát, ha csak sütőpor van benne, akkor is egy fél órácskára érdemes hűtőbe tenni és ott pihentetni. Miután elkészültünk, konyharuhával letakarva 10-15 percig pihentetjük a tésztát. Addig, amíg pihenünk, elmosogatunk. Közben a sütőt 180 Celsius fokra előmelegítjük, majd felverünk egy tojásfehérjét, amivel a sütemény tetejét kenjük meg. Erre mindig a kimaradt tojásfehérjét szoktam felhasználni. Nem kell, hogy a sárga is benne legyen, mert még csoki mász kerül a tészta tetejére. A tészta kenése után villával megszurkáljuk a tetejét, hogy ne hólyagosodjon felsülés közben. Majd betesszük a felmelegített sütőbe, és körülbelül fél óra múlva el is készül. Ezt ki is vesszük, és megnézzük, hogy hogyan alakul itt a sütőbe. A dolgaink hogyan alakulnak. Ez ilyen lett, és most megnézem, hogy megsült-e. Ellenőrizzük. Egy fogpiszkálóval vagy vékony hústűvel megszurkáljuk, és ha nem ragad rá a tészta, akkor biztosan megsült. Amíg hűl egy kicsit, elkészítjük a csokoládémázat. Forró víz fölött felolvasztunk két tábla étcsokoládét, majd 2 dekagram vajat adunk hozzá, hogy lágyabb és fényesebb legyen a zserbó bevonata. Remélem ez így elég lesz. Ezt nem szabad felforralni, csak melegíteni, mert akkor nem lesz fényes a süteményünk teteje. Kica néni még egy teáskanál rumot is tesz a csokoládémázba az íze miatt. Majd simára keveri, amíg teljesen elolvadnak a csokoládékockák. Így már jó lesz az állaga, szép fényes is, kenhető is. Már csoki darabokat nem érzek benne. Úgyhogy ez így tökéletes lesz. Ezután a süteményt a tepsiből kiborítjuk egy tálcára, majd leszedjük róla a sütőpapírt. A legutolsó lépés pedig, hogy megkenjük a tetejét egy csokoládémázzal. Kihűlt a tésztánk, és most éppen rákenjük a csokimázt. Ezzel gyorsan kell dolgoznunk, mert félő, hogy megdermed, és akkor nem tudom szépen elkenni. Megpróbálom megügyeskedni. Nem baj, ha picit lefolyik a szélére. Nem egy nagy tragédia. A csokoládé mázat melegvizes késsel tudjuk simára kenni a süteményünk tetején. Elkészült a zserbó, ám megvárjuk, míg a csokoládé megszilárdul, mielőtt felszeljük. Picit várni kell vele, hogy ez is megdermedjen, a csokoládé is, és utána szoktuk szelni, tányérra rakni. Általában ilyen szeletekre, és inkább hosszabb téglalaparakúra vágjuk. Egyébként ki hogy szereti, meg hogy sikerül. Kész. Lehet hagyományosan rombusz formára, vagy akár téglalap alakúra vágni a zserbót, de az íze ugyanolyan finom lesz. Ünnepeken biztos sikert arat vele a háziasszony, hiszen aki nagyon krémes süteményeket nem részesíti előnyben, annak biztosan ízleni fog a máig utolérhetetlen zserbó szeret.